Újra ülésezett a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete. Az ülést Gyurcsek János alpolgármester, polgármester helyettes vezette le. Jó napot kívánok! Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, valamennyi meghívott vendéget és a kedves televízió nézőket. Jelenléti alapján megállapítom, hogy 9 képviselőtársunk megjelent, távolmaradását bejelentette Lengyel János képviselő. Az ülés határozat képes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfajtartással jelezze. Köszönöm. Van-e valakinek további napirendi pont javaslata? Úgy látom, nincs. Akkor gyakorlatilag elfogadtuk a napirendi pontot. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. Úgy látom, nincs. Tisztelt képviselőtestület, rátérünk a napirendi pontok tárgyalására. Első napirendi pont, javaslat a Szent Anna és Sámuel Középiskola és Kollégium fenntartó váltásának hozzájárulására vonatkozik. Ez a napirendi pont ugye arról szól, hogy jelen pillanatban a Szent Anna és Sámuel Középiskola és Kollégium fenntartója az Agrárminisztérium, és gyakorlatilag ezt ugye szeretné a Református Egyház 2020. szeptemberétől átvenni. Ennek az átvételnek a következménye remélhetőleg az is fog lenni, hogy a szakképzési lehetőségek tovább fognak bővülni. Jelen pillanatban, ugye, aki közgazdás szakképzésbe szeretne középiskolai szinten részt venni, annak át kell járni más településre. Vélhetően ennek a fenntartóváltásnak egyik következmény az is fog lenni, hogy ilyen szakirány is meg fog valósulni az iskolában, és ezzel segíti a Karcagon élő gyermekeknek helyben tanulását. Kérdés, észrevétel ezzel a napirendel ponton kapcsolatosan van-e valaki részéről? Köszönöm szépen! Aki egyetért ezzel a fenntartóváltáshoz, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen! Igen, azt mondja, hogy összesen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tartózkodás, nem szavazat, akkor 2 nem szavazattal, ugye 8 igen mellett elfogadtuk. Rátérnénk a 2. számú napirendi pontra. Javaslat a közművelési érdekeltség növelő támogatás című pályázaton való részvételre. Ez gyakorlatilag ugye 1 millió forintos önerőt igénylő támogatás, körülbelül egy ilyen hozzá hasonló összeget jelent, amelynek még a pontos összegét nem tudjuk, mert függvény annak, hogy hányan fognak erre pályázni. Köszöntöm Molnár Pált, aki megérkezik természetesen, foglaljon helyet, képviselő úr. Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e? A bíróság. Megtárgyalt és támogatta. Köszönöm szépen. Oktatási bizottság. Ő is támogatta. Akkor szavazásra teszem fel, akik ezt támogatja, azt kérem jelezze kézfeltartással, egyhangulag elfogadta a testület. Tisztelt képviselő testület, a napirend megtárgyalásának a végére értünk. Tisztelt képviselő testület, bejelentem, hogy legközelebb, soron kívüli 2020. augusztus 13-án csütörtökön 15 órakor kezdette ülésezik a képviselő testület. Van-e valakinek valamilyen javaslata erre az ülésre? Úgy látom, nincs. Megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, meghívottaknak a megjelenését, aktivitását és a kedves televízió nézők figyelmét. A mai testületülést bezárom. Köszönöm szépen!